sportosat. Híradónk vendége Német Sándor, a szabadfogású birkózó válogatott egykori szövetségi kapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Már csak azért is, mert kényes kérdéssel akarok foglalkozni, és azon, hogy annyira kényes a helyzet, hogy akárkik most ebben a témakörben nem nagyon mernek megszólalni. Félnek, pedig megjelent mindenhol, két honosított magyar válogatott birkózó doppingolt. Ugye szabadfogású birkózókról van szó. Honosítottunk Ukrajnából többet is, és ebből kettő birkózó megbukott a dopingon, 4 évre el is lettek tiltva, tehát ez most már a hivatalos, ugye ez az eset, ez márciusban történt, most vált hivatalossá, hogy megkapták a 4 éves eltiltást mind a ketten. Még mielőtt megengedném, hogy megszólaljál-e, Bacsa Pétert, a Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnökét idézném. Szomorú vagyok, nem jellemző az ilyesmi a sportágunkra. Nekünk, magyaroknak több mint egy évtizede nem volt dopping esetünk. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a szabadfogást próbálták megerősíteni. Úgy ítélték meg, hogy magyar birkózókkal ezt nem lehet, és honosítás útján próbáltunk jó képességű, idézem mondom, magyar birkózókat szerezni. Befülöttünk velük? Hát először is az első visszakérdésem az lenne, hogy most úgy válaszoljak, mint Németh Sándor egykori olimpikon, vagy mint Németh Gyiba Sándor, aki grappling világbajnok és költő. Melyikkel legyen Németh Gyiba Sándor, jó? Komolyra fordítva a szót, először is én úgy gondolom, hogy nem jó személynek tetted fel a kérdést, mert ugye én nem dolgozom a Magyar Birkózó Szövetségben, első pont. Második pont, ez valóban egy kényes kérdés, de annyiból igazat adok Bacsa Péternek, sőt abszolút, mivel tanítványom is volt és jól ismerem, szerintem egy nagyon intelligens, nagyon sokoldalú ember, aki ugye több nyelven beszél, és én úgy érzem, hogy mint alelnök nagyon jól helytáll a Birkózó Szövetség második embereként, mert ugye Németh Szilárd az elnök, és hát együtt nagyon jól dolgoznak. Bizonyíték erre ugye a világbajnokság, ami nagyon sikeres volt, mellette pedig nem csak az aktív versenyzőket, hanem a mondjuk azt a régi legendákat is meghívták, és olyan fogadásokat, olyan összejöveteleket szerveztek, amivel én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettek a magyar birkózásért. Ezek szerint téged is meghívtak? Engem is meghívtak, igen. De nem azért, mert most engem meghívtak, hanem visszatérve erre a dopping dologra. Dopping bárhol, bármikor, bárkivel előfordulhat, mivel olyan bonyolult a világ, hogy most valaki elutazik bárhova, és kap valami, egy olyan akár üdítőt, akár bármit, bárhol iszik, leellenőrizhetetlen, hogy legyen benne akár egy olyan szer, ami mondjuk pont a listán rajta van. Tehát nincs az az ember, sem az országban, sem a világban, aki ezt ki tudja mutatni. Az meg, hogy most ez pont a birkózókkal előfordult, ennek én sem örülök. Nem ez a lényeg itt a birkózókkal, te is nagyon jól tudod. Itt pontosan az a lényeg, hogy a szabadfogás állítólag gyenge. Az a leggyengébb láncszem a jelen pillanatban a magyar birkózásban. Rosszul kezdted, túl erős a világ. Tehát mondjuk így, hogy Iránban 11 millió ember birkózik, és az nagy része szabadfogás, és ugye a világ mezőnye az nagyon erős, és ezért nagyon nehéz eredményesnek lenni. Az nem azt jelenti, hogy gyengék vagyunk. De te is nagyon jól tudod, erős. Hogy miről van szó. Arról van szó, hogy akkor most megéri így kockáztatni, hogy idehozunk akkor más nemzetnél felnőtt és iskolát kapott, és nem csak a birkózásra gondolok, hanem az életre is, ott egy más metódusban, más protokoll szerint edzettek, készültek, és akkor abból idehozunk, honosítunk, ez az út, vagy továbbra is inkább csak magyarokkal, de akkor tudjuk, hogy itt mi volt a protokoll, tudjuk, hogy ő milyen úton járt. Ezeknél nem lehet tudni, akik később kapcsolódnak ide be hozzánk. Tehát kezdjük úgy, hogy minden
oldalról kell nézni. Így tehát először is nézzük, hogy mi lehet előny abból, hogy bárkit is, bárkiket is honosítunk, hiszen az egész világban így történnek a dolgok. Én voltam Magyarországon az első nyugatra szerződött birkózó, ahol Szabad Szejdi, aki mit tudom én, kétszeres Európa-bajnok, világbajnok, stb. Nem sorolom, ilyenekkel voltam egy csapatban, irániak, lengyerek, törökök, mindenféle nemzetek, oroszok, mindenki volt a csapatomban. Tehát minden egyes csapat arra törekszik, hogy jobb legyen. Tehát ahhoz, hogy idehozunk külföldieket mondjuk Ukrajnából, ahol világszínvonalon is nagyon erős a birkózás, az minket felemel, mert tulajdonképpen van kiktől tanulni, és ez egy összetett dolog. Az, hogy most ez az eset megtörtént, ez tényleg, ezért most nagyon komolyan mondom, tényleg senkit nem lehet felelősségre vonni. Ez a két embernek az önálló, nem is biztos, hogy hibájuk volt, ki tudja, mi történt. Tehát ha tudnám, hogy mi történt, akkor most mondanám, amit én gondolok. De igaziból nem voltam ott, nem tudjuk, senki nem tudja. Most az, hogy feltételezünk, mert most ezért támadni valakit, miközben, ha megnézzük, hogy a Magyar Birkózó Szövetség ugye közben felépítette egy Kozma István akadémiát, ami mondjuk világszínvonalú akadémia. De most hát mégis csak történik. Nem valami. Erről beszélünk most, arról beszélünk, hogy akkor most melyik a helyes út. Az a helyes egyik út, hogy... Egyik versenyző mintát adott, a másik nem adott mintát, meg is tagadta a mintaadását. Tehát itt most nem, azért mondom, most ne... Én a mintát a technikákra gondoltam. Most, azért mondom, tehát most, arra most gondoltam, ne, hogy... Ne, most, de most arról beszélünk, mondom. Hogy most érdemes-e nekünk behozni ilyen versenyzőket, akiknél nem tudjuk, hogy ők mit szoktak meg, milyen szoktak hozzá. Nem beszélgettem egy-két emberrel, akik ugye nem mértekben is elmondták, hogy meg kell nézni ezeknek az eredményeit, hogy hirtelen eléggé... Hát nyert az egyik Európa-bajnokságot, az Olejnyék, a másik pedig azt hiszem, hogy most az utolsó, szintén a világbajnokságon ötödik volt, és a másik is azt hiszem Európa-bajnokságon érmes volt. Tehát ezek ők jó birkózók a mai napig is, most tényleg azt kell kivenni belőle, amit idehoztak, amit tanultak tőle, akár a mesterek, akár a tanulók. Jó, de így hogy veszük ki, hogyha a 4 évre el vannak tiltva? Most figyelj, de ilyen bármikor előfordult, bármelyik sportágban, meg elő is fordult. De most akkor világ vége van? De hallottad, hogy mit mondott Bacsa Péter, hogy nekünk, magyaroknak több mint egy évtizede nem volt dopping esetünk. Én csak őt idézem. Ez azért nem, mert nem jellemző, mert a birkózás az egy olyan sportág, ahol nem jellemző a dopping, mert nem tudod, hogy mikor milyen hatás vált ki. Tehát tulajdonképpen ez nem egy ilyen statikus sportág, vagy egy olyan, amit ciklikus sportág. Tehát itt megrángatják az embert, itt azért teljesen más az jó, egész de most agynak akkor, az összetétele. De most itt, amiért itt vagy, arra vagyok kíváncsi, hogy akkor nem lehet kinevelni nekünk magyar felnőtt, szabadfogású birkózókat, önöket. Bocsáss meg, hát ezért épült a Kozma Akadémia, hogy pontosan, hogy egyre többet tudjunk kinevelni. A magyar birkózók tehetségesek, de még egyszer mondom, tehát nem jól méritek fel a helyzetet. A világ birkózásában nem véletlenül egyetlen egy világbajnokunk van, Kovács István. Azért, nem azért, mert mások nem jó birkózók, hanem azért, mert tényleg annyira erős a mezőny, tehát egyszerűen nem lehet odaférni, nem lehet odaérni. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy hú, de nagyon jó vagyok, kiutazol egy világversenyre, ott van kisfiókban, Észak-Korea, Dél-Korea, Japán, Mongol, Iráni, Amerikai. Amerikában pici gyerekek kortól kezdve tanulják a szabadfogású birkózást. Tehát ez egy nagyon nehéz sport. Tehát most én komolyan mondom, hogy ha még egyszer kezdeném, pedig a világon semmit nem szeretek úgy, mint a birkózást. De tényleg átgondolnám, hogy ennyi munkával, ennyi lemondással, ennyi felelősséggel, ennyi tudással, hogy az ember nem tud, mit tudom, kétszer, háromszor, négyszer a világ tetejére kerülni, mikor mások tisztelés oda kerülnek különböző sportákba, ez egy nagyon nehéz sport. Még egyszer mondom is, én nem tudom elítélni ezért a dopinget, mert szerintem ők maguk sem tudták azt, hogy honnét került ez hozzájuk, és most nekem meg főképpen nincsen jogom ahhoz, hogy én felülbíráljam, hogy ők mit csináltak, ki az edzője, mit adtak. Nem is őket kell bírálni, nem. Hát a szövetséget nem tudod bírálni, mert ők ott voltak? Itt nem bírálásról van szó. Nem bírálásról. Mi a helyes út? Mit javasolsz? Mit lehet csinálni? A kettő továbbra között. Tehát továbbra is maradjunk akkor az, hogy nézzünk más ukránokat, és akkor honosítsunk másokat, vagy felejtsük el ezt az utat. Szerintem a jó út az, amikor továbbra is nevelünk, mint amit most is teszünk. Az egész országban ugye nagyon jó az utánpótlásunk. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nyugodtan lehet hozni külföldről nagyon jó
mestereket, és egy-egy, nézd, hogyha valakinek van olyan lehetősége, hogy magyar állampolgár tud lenni, hiszen mindenkinek, nekem is felajánlottak, hogy menjek Németországba és legyek állampolgár, de nekem eszembe se jutott, mert én magyar ember vagyok, magyarnak születtem, és engem senki nem tud elcsábítani. A 3 évre kimentem, lebirkóztam a 3 szezont, megnyertem majdnem minden egyik mérkőzésemet, és utána szépen hazajöttem, mint a válogatott kapitánya, mint a válogatott edzője lettem, és én úgy érzem, hogy nekem itt a helyem ebben az országban. Vagy így, vagy úgy. Értelek, azért mondom még egyszer, mint egykori válogatott kapitányt, egykori edzőt, akkor te mit csinálnál? Mi a helyes út akkor? Hogy járnál el? Hogy jók legyünk, hogy legyenek olimpiai kvalifikációink szabadfogásban, ne egy, legalább legyen 2-3, és akkor ott ne verjenek meg bennünket az első körbe. Jó, hát ez természetesen az utánpótlás neveléshez idő kell. Idő kell. Így van. Pontosan azt látom a Németh Szilárdon, hogy ő a Hegedűs Csabántól kezdve számtalan idős, meglett, nagy tudású szakembereket bevonnak a munkában, és próbálják azt csinálni, hogy egyre jobb nebulók kerüljenek ki a világversenyekre, de ez nem 8-10 perces munka, tehát ehhez idő kell, de azért közben valamilyen formában életben kell maradni. És ma már nem olyan a világ, mint ezelőtt 30-40 évvel, ma már másképp vagyunk bekötve, másképp működünk, és ezt tudomásul kell venni, és nem kell ekkora ügyet csinálni ebből a dopingügyből, mert én tényleg nem látok ennek. Nézd, ők hibáztak. Ezért megvannak azok a felelősek, akik hibáztak, tehát maguk a versenyzők. Ők meg is kapták a büntetésüket. Most innétől kezdve itt másik felelős, másik ember, akit meg kell büntetni, nincs, mert senki nem volt ott, csak senki nem akar senkit megbüntetni. Ezt hát mondtam, ez már divit. Nem, itt csak azt kellene tudni, hogy akkor nézzünk újabbakat, újabb rossz versenyzőket, vagy nem kell nézni, mert itthonról is fel lehet építeni 1-2 éven belül. Vagy most nincs olyan, hosszú táv most nem érek el, hogy 1-2 éven belül most nincs olyan versenyzőnk. Nem tudom, azért kérdezlek téged. Most én csak egy nagyot ugrok. Van nekem 11 oktatófilmem a birkózásról. Így van. Amit már nem is tudom, talán 1984-5-ben vettem fel az első felvételeket. Nagyon régi. Készítettem. Igen. És azért egy kis rövid rész feltettek az oroszok, és én úgy láttam, hogy közel 200 000-en megnézték hirtelen azt a kis részt. Tehát én úgy gondolom, hogy nyitottnak kell lenni a világra úgy, ahogy ők azok, én is nyitott vagyok, nap mint nap több mérkőzést megnézek, elemzem a világnagyságoknak a munkáit, a technikáit, mert az ember ettől lesz több, és mi ezen az úton haladunk, de még egyszer mondom, ez nem könnyű sportág. Ez bármennyire akarjuk mondani, hogy amikor tudjuk azt, hogy valaki Európában mondjuk egy szabadfogásban az első 3-ban van, az egy világbajnokságon, az egy nagyon gyenge esélyekkel indulnak. Felsoroltam azt a néhány embert, de azzal még nem soroltam fel a kubait, meg nem soroltam fel a többieket, aki például 57 kilóban is olimpia bajnokunk van, kubai, iráni, ugye ott van az ezüstérmes, világbajnokok vannak, koreai olimpiai ezüstérmes volt, a mongol bronzérmes, világbajnok, tehát most csak az én súlyomról beszélgetek, hogy itt a kis súlyokban, főleg ezek a kis ázsiaiak nagyon-nagyon veszélyesek, meg hát Amerika az meg ugye mindig ott van. Jó, Varák Laci, ugye ő a szabadfogások kapitánya. Neked jó? Hát tudod, barátod. Azért mertem elfogadni a meghívást, mert őszinte vagyok, mert én visszamerek tekinteni. Tehát az én irányításom alatt azért voltak eredmények is, amíg kapitány meg vezetőedző voltam, és komoly mag nőtt ki onnét, akik a mai napig irányítják ugye a szabadfogású birkózókat. Hát csak belegondolunk itt ugye Bacsa Péterrel, mint alelnök, akkoriban volt ugye a Gulyás Pistár, a tanítványom, aki előtte volt kapitány, akkor a Ritter Árpád, a Bánkuti Zsolt, a Dvorák Laci, aki most a mostani kapitány, és most sorolhatnám továbbiakban a Gyurasics, meg jó, mindegy. Nem sorolom a többieket. Tehát az a lényeg, hogy én úgy gondolom, hogy nekik nincs könnyű feladatuk. Őnekik nem dobnak semmilyen szőnyeget le, hogy gyertek és ünnepeljétek magatokat. Itt nagyon kemény, következetes munka, lemondás, küzdelem, áldász küzdelem, és utána pedig pici sikereket begyűjteni azért,
amiért nagyon keményen megdolgoztak. És ez tetszik, nem tetszik, így lesz. És én sajnálom, hogy olyan világba keveredtünk, hogy egy ilyen ügyből ekkora ügyet csinálni. Tehát most itt tulajdonképpen nincsenek is annyira régóta Magyarországon, hogy ővelük most ilyen sokat kellene foglalkozni. Tehát én igaziból azt hittem, hogy behívsz és beszélgetünk egy jót a költészetről, meg a rockzenéről, jó, meg egy kicsit a birkózásról, de erről nem volt szó, hogy falnak nyomsz engem. Na mindegy, komolyra fordítva szó, hallgatlak. Beszéltél akkor a Dorát Lacival? Szoktunk beszélni, de most erről a témáról szándékosan nem beszélek. Mert tudod, ezek azok a pillanatok, amikor valaki hibázik, akkor hirtelen bármi hiba fölmerül, ami hibának tűnik, akkor azonnal minden ember azonnal érdeklődik, kérdezősködik, faggat, mindenki nagyon okos lesz hirtelen, nem gondol bele... De itt nem a hibákról kell megint... Majd amikor leülepelik minden, én akkor fogok a Lacival beszélgetni, amikor minden tiszta lesz, és leülünk fehér asztalod, és mi két értelmes ember elkezdünk egymással beszélgetni a dolgokról, amikor már a birtokba leszünk mindennel kapcsolatban. Mert most mi csak ilyen rész dolgok vannak, és már pálcát törünk mindenki fel. A Laci nagyon jó edzőhez érdekel, már elmondtam akkor is, amikor még nem volt az, én itt egy külön műsoromban is elmondtam, hogy én mindig szerettem volna, hogy a Laci legyen a válogatott kapitánya. Jó szakember, korrekt ember, kiszámítható, toleráns, szorgalmas, és becsületes. Ennyit tudok elmondani róla. Ő volt az irányításom alatt, mikor kapitány, mégis vezetőedző voltam, ő volt a csapatkapitány. Tehát én személy szerint nagyon szeretem a Lacit. Csak azért kérdeztem, beszéltél-e vele? Hogy mondott-e szándékosan nem beszéltem vele. Mondott-e neveket, hogy akkor ki kell tudja pótolni ezeket az olimpiai kvalifikációs versenyeken? Tehát hogy állunk? Mert ugye azt lehet hallani, hogy nagyon kevés a szabadfogású birkózó Magyarországon. Mert van Magyarországon 4 kvalifikált birkózónk az olimpiára. Most szabadfogásról beszélünk. Ott van a két Lőrinc testvér. Most felejtsük, jó? Marianne és a... Igen. Na. Tehát akkor mi a kérdés? Mondom még egyszer, hogy ki kell tudja pótolni. Megmondom, hogy néha úgy tűnik, hogy valami rosszul sül el. És az ember egy kicsit vár, a bölcs az vár, nem néz, nem beszél, felesleges dolgokat nem csinál. És lehet, hogy az idő pont azt teremti meg a Lacinak, hogy rátalál egy-két olyan fiatalra, akire pont a két versenyző miatt nem talált volna rá, és most rátalál, és megtalálja a helyüket, mert nincs pótolhatatlan ember, és szerintem a Laci megtalálja, és lesz utánpótlás ebben az ügyben, meggyőződésem. Komolyan mondom. Jó, tudom, hogy azt kellett volna mondani, mindenkit szidni, de én nem vagyok. Nem kell, nem voltam ilyen soha. Nem szidok senkit. Nem. Minek? Én van egy mondás, mindenki elintézi saját magát, és én ezért nem bántok senkit. Én mindenkivel békében szeretnék lenni ebben a hátralevő életemben. Engem a sportágam meg... Miért? Mennyi van még hátra neked? Remélem, hogy még sok. Az én sportágam tisztel. Hogy engem. Érzed? Azért, ha én kimegyek egy versenyre, vagy elmegyek bármilyen rendezvényre, azért engem tiszteletbe tartanak. Én nem szeretnék haragosokat gyűjteni. Én nem akarom megmondani, volt hogy mit, hogy kell csinálni. Nem, nincsen. Nem de volt korábban? Mikor kapitány voltál? Inkább egy-két irigyem, de az is inkább az, hogy az ember, amikor így sokoldalú azért... Ugye közben a... Na, tehát te kilógtál a sorból, mert zenész voltál, költő lettél, azért valamilyen szinten kilógtál a sorból. Hát igen, most jelen pillanatban a Krúdy Gyula irodalmi kör titkára vagyok, és ugye most az elmúlt hónapban is 3 nagy rendezvény volt, amit ugye vezettem, Király Lajossal együtt, az elnökkel együtt, és hát most lesz majd megint egy nagy rendezvényünk, most hétvégén, nem tudom, hogy szabad elmondani, egy irodalmi tábort vezetek, rá 2 hétre egy másik irodalmi tábort, és utána meg még 3-at. Tehát tulajdonképpen évente 5 irodalmi tábort akkor most vezetek. Kilógsz a birkózók közül, vagy nem? Nem, én furcsa ember vagyok, nem vagyok egy szokványos figura. Igen. 12 éves korom óta dobolok, 14 éves korom óta gitározok, gyerekkorom óta verseket írok, és nem vagyok szokványos figura. Vannak még tanítványaid, egyéni tanítványaid? Mert egyáltalán még a birkózással így foglalkozom, mert korábban állítólag voltak tanítványaid. De hogy állítólag? Hát akikkel foglalkoztam, az mindenki diák olimpiai bajnok és magyar bajnok, és többszörös. De abba hagytad? Azért hagytam abba, mert ezek a magánedzésekbe kicsit belefáradtam, meg a klubokhoz jártam le, volt, ahova lejártam 1,5 évig is. Tudod, azért már 60 év fölött az ember utazzon, tudom én, 2-3-4 órát, hogy egy edzés megtartsak, és akkor jöjjek vissza.
Tehát így óvatos vagyok már ezzel. Tehát inkább azt mondom, hogy jöjjenek a fiatalok. Tehát ezzel nem azt mondtam, hogy ha engem most meghívnak egy nagy találkozóra, és azt mondják, hogy fél órát vagy egy óra technikát oktassak, örömmel megteszem, de végül is a fiataloké a jövő. Mert a fiatalokban van a lendület, bennük van az erő, bennük van a kreativitás. De ki fogja megmutatni a gyakorlatokat? Aki most egyébként, mert közben ugye vizsgáztatok az OK-én is, ugye, mint birkózókat régen, kempósokat, MMA-sokat, azért egy jó páran vizsgáztak nálam, és azért, aki igazán szereti a birkózást és érdekli is, azért az Németh Iba Sándor oktató filmjeit titokba előveszi, és végignézi rajta ezt a több száz technikát variációs, kombinációs formában, és meggyőződésem, hogy felvállalom azokat a technikákat, mert nagyon sokan nyertek olyanok ezekkel a technikákkal, akik még meg se születtek akkor, amikor én már ezeket a filmeket megcsináltam. Tehát úgy gondolom, hogy valamilyen szinten mindig egy ilyen örökmozgó, kreatív, kicsit különcködő, de mégis ilyen beilleszkedő ember voltam. Nagyon megszerettem a birkózást, én meg így fogok meghalni. Úgyhogy ne haragudj, nem tudok rosszat mondani a birkózókra. Úgyhogy ha azt akartad, senki akkor... Senki nem is akkor... kérte. Csak pont azért vagy itt, hogy tanácsot adjál nekik, hogy hát, akkor mi a helyes út, hogyan lehet a közeljövő szem előtt tartva. Mondok egy dolgot, én úgy hallottam, hogy a Dorák Laci a Körcsarnokban elkezdte az edzéseit szinte minden nap, és járnak be oda hozzá fiatal titánok is, akikhez egy válogatott edző nem ereszkedne le, de a Dorák Laci leereszkedik. Pontosan ez a jövő, hogy a legnagyobbaktól, a legtapasztaltabbaktól tanuljanak, mert ugye a technikának az a lényege, hogy ha rosszat tanítunk, az egyenlő a bűncselekménnyel, mert gondold el, hogy valamit megtanulsz rosszul, akkor azt elviszed tovább magaddal. Persze, ha tehetséges vagy, képes vagy nyerni, mert egy nagy kiemelkedő géniuszt nem lehet tönkretenni. De középszerű vagy középszerűnél jobb birkózókhoz már jó edzők kellenek, hogy azokból valamit lehessen csinálni. És én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy embereket neveljünk. Mert legyél ember, legyél birkózó, legyél ember, legyél zenész, legyél ember, legyél költő. De ha az ember szó hiányzik, mind a három tevékenység felesleges volt. Jó, oké. Ez volt a költészet. Egy perce, birkózunk még egy kicsit. Jó? Mikor birkózol? Tudom, mint régi dzsúdós, hát végül is nagyjából egy dzsúdó vagyunk. Tényleg, mikor voltál szőnyege? Mikor, csak azért, hogy bemutassa egy gyakorlatot, stb. Éppen a Meggyes Matyiékkal voltam, mert aki egyébként utánpótlásban világbajnok volt, aki most OK-én suliba fog vizsgázni, és velük technikázgattam ott néhányukkal. Két napja, ha jól emlékszem, pont két napja. Tehát én nem tudok elbújni a birkózás elől, nem is lehet elbújni, meg az az igazság, nem azért, mert el van törve a fülem, de azért, azért tudják azt, hogy én bemegyek az országba bárhol, akkor úgy kezdődik az első mondat, hogy gyere kicsi, fogd meg a lábam. Ez onnét indult, hogy én nagyon sok mindenkivel megfogadtam, és én a lábvédés technikákat mondhatom azt, hogy én honosítottam meg Magyarországon, mert ezekben a bonyolult dolgokban, amiket én tanítok, nem igazán hittek. Mindig azt mondták, hogy nem, be kell menni és le kell vinni. Nem. Az oroszok és már az ázsiaiak pontosan ebben voltak jók, hogy egy iráninak, ha bementi lábra, akkor onnét kezdődött a birkózás. És én erre döbbentem rá, persze a saját bőrömön az a baj, hogy én elég jól mentem lábra, és akkor megéreztem azt, amikor egy ilyen nagyon jónak bementem lábra, akkor az nem volt olyan biztonságos dolog, abból nagyon nagy bajok tudtak történni. És én pontosan ezért kezdtem nagyon magas szinten foglalkozni. Mondjuk azt, hogy durván egy egész filmem csak a lábvédés technikáiról szól. Pontosan ezért, mert én ezt nagyon fontosnak tartottam már akkor. Hát és ezt az akadémiákon le fogják majd játszani? Én szerintem meghívnak engem. Én úgy érzem, mivel Csepelen birkóztam, tehát az akadémiától nem messze ugye a Csepel pályán. 10 éven keresztül voltam válogatott, onnét mentem ki a moszkvai olimpiára, a következőre, és hát Los Angelesben is. Úgyhogy én az már akkor nem, mondjuk nem voltam Csepel színekben, de... De attól még a Csepel vér otthon. Bocsánat, igen, mert a Los Angeles ugye elmaradt, és helyette volt a barátságverseny. Atlantában akkor nem voltam már Csepel színeiben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy meghívnak. Nézd,
egy ilyen őszhajú embert nem lehet hetente meghívni. Tehát én úgy gondolkodtam, amikor én kapitány voltam, én meghívtam a Paják Kimrét, meghívtam a Varga Jánost, és meghívtam különböző legendákat, hogy a versenyzők fölnézzenek rájuk, hogy a versenyzők megérezzék a nagyságukat, a különlegességüket, a titokzatosságukat, hogy ők mitől különbek a többinél, miért tudtak nyerni, mire elég benne, mi az, ami el tudja indítani a versenyzőket. Én ezeket nagyon fontosnak tartom, és nagyon sok olyan versenyző van, aki mint versenyző középszerű, vagy annál egy kicsivel jobb, de mint edző nagyon jó lesz. És van, aki viszont nagyon jó versenyző lesz, és nem lesz annyira jó edző. Tehát azért az edzőség, az egy speciális tevékenység, vagy pedagógia, pszichológia, hozzáértés, egy kis humor, egy kis... Szóval ott mindenféle fűszer kell. Tehát ott nem elég az, hogy valaki technikás, az nem sok mindenre elég. Tehát óriási alázatot igényel a sportág. Tehát itt olyan... és egyébként meg minden szülőnek merem javasolni a birkózást. Mert az egyetlen olyan sportág, ahol szinte a legkevesebb sérülés van. Szinte nincs sérülés. Hát leéltem úgy az életemet, hogy szinte semmi nem törött el, semmi nem csavarták ki. Nem azt mondom, hogy kisebb sérülések voltak, de szerintem bármelyik sportban sokkal több lenne. Viszont a gyerek egész pici korban mindent megtanul. Esni, dobni, bukfencezni, mászni, mindenféle fülét, nyakát, mindent megmozgat. És utána 14 évesen eldönti, hogy pingpongos leszek, vagy úszó leszek, vagy bármi leszek. Vigyázz magadra. Köszönöm szépen, itt voltál. További sportosat.